Az amerikai elnök Donald Trump a katonai segélyekkel, valamint egy fehérházi látogatás lehetőségével próbálta rávenni Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnököt arra, hogy gyűjtsön terhelő adatokat, legfőbb politikai riválisa Joe Biden egykori alelnök ellen. Ez áll a képviselőház hírszerzési bizottsága által készített jelentésben, mely szerint Trump újraválasztása érdekében külföldi beavatkozást próbált szervezni hazája ellen. A jelentés közzététele után a Bizottság Demokrata Párti elnöke azt mondta, hogy még sok feladat van. Meg kell vizsgálni, hogy ez az ügy korábban kezdődött -e annál, mint ahogy eddig gondoltuk. Például, hogy már az előző ukrán elnököt porosenkót is ezzel próbálták -e zsarolni. Trump azonnal elmeháborodottnak nevezte Siffet. A republikánusok egy része szégyennek nevezte a jelentést, amely nem talált semmi terhelőt az elnökre nézve. Annak ellenére, hogy a házelnök szavai szerint a bizonyítékoknak világosnak és mindkét párt által meggyőzőnek kell lennie, a demokraták egyiket sem teljesítették. A Trump elnök felmentésére irányuló bizottsági jelentést ezután a képviselőház igazságügyi bizottsága vizsgálja. Ott döntenek majd az elnök elleni vádak megfogalmazásáról.